Egy háromtagú család költségvetéséből havonta több mint 6000 dinárt kell elkülöníteni arra, hogy minden nap másfél kenyeret és két tejet vásároljanak. A Fidelinka pékség által sütött fehér kenyér mostantól 44 dinár helyett 53 dinárba kerül, a félbarnáért pedig 46 helyett 49 dinárt kell fizetni. A szabadkaiakat arról kérdeztük, mi a véleményük a drágulásról. Elég probléma, az baj. Mi csináljunk? Nyugdíjak mindig kisebb, jobban a kicsikék. Hát nem tudom, mi lesz ennek a vége, nem jól lesz a vége neki. Hát minden drágul, nem csak a kenyér, hát cukor is minden. Cukor is 100 dinár, hát az nagyon drága. Nagy a család, bizony nagyon-nagyon be kell osztani, hogy jusson, de nem maradjon. Ez az igazság, maradni nem marad. Maramo jest, jedino to problem, što moramo mislit egy pár áll. Az árak további emelkedésének megakadályozását követeli a Szerbiai Önálló Szakszervezetek Szövetsége a kormánytól. Az utóbbi időben tapasztalható drágulást vissza kell szorítani, mivel a polgárok így is nehéz szociális és gazdasági helyzetben élnek, mondják a szakszervezet illetékesei. Hozzátették, a kormány folyamatosan elutasítja a bérek emelését arra hivatkozva, hogy az növelni az inflációt. Ezzel egy időben megengedik a termékek drágulását, ami szintén pénzromlást eredményez.